Szevasztok srácok, Csipi vagyok, folytatjuk ma reggel tovább a draft sorozatunkat. Volt egy olyan draft döntőnk, amit elbuktunk, ketten játszottunk, azt nem láthatjátok, mert nem vettük fel. De Alex nyitott egy 5K-s pakból, vagy egy 25K-s pakból, már nem tudom melyikből egy. Ja, 12 és feles, tehát valami Gold Players pakból. Nyitott egy Ramoszt. Úgyhogy most az el is ment. Ugye nem tudjuk, mennyibe ment el. Ott a 90-es Ramosz. Majdnem 60 ezerbe, tehát 4 draftára visszajött. Egy játékosból pedig ugye kiestünk. Úgyhogy itt most már rengeteg pénz van megint, ezen az akkon. Úgyhogy nézzük meg a három meccset, ami már túl van Alex. Az mind a kettő kiglitchelt, arra emlékszem. Mind a kettő feladta a meccset, a 8-2-es az végigment, azt hiszem. Ez a csapat az nem lett a legjobb, de az elég jó a muzsikának. Van egy jó kis BBVR rész meg. Hát ez egy ilyen tök hibrid. Van La Liga, spanyol, meg ugye a spanyol ligás. Szóval egy ilyen tök hibrid csapat lett. Úgyhogy nézzünk egy ellenfelet. Na hát egy 2012-es az ellenfél, srácok. 4-1-4-1-es felállás. 94-es ki. Hát ez egy ilyen PL draft. Biztos arra ment rá, hogy csak Premier Ligás játékosok. Ott a Karius. BL döntő hőse. Na lássuk, hogy mire megyünk ezen a PL csapat ellen a hibridbe. Ott én megnéztem a FIFA 15-be, tudod, a Harry Kane még 77-es. Azt hiszem, tiszta gagyó volt még, tudod. Ez egy jó kiugratás jobb szélre, Carvajal, és megpattan egy védőn, tehát jöhet a szöglet. Dugás. És ott az első gól. Ki volt az? Company? Ez a Hero Company narancsága, mi? Nem, man of the match. Alex elnyomja a gólt, nem nézzük vissza. De nem elégszer. Imádom az ilyen fejes gólokat szögletből. Amire te is ma fejeltél. Nem, ugye olyan volt. Jaj, tudom. Megint egy jó kiugratás, Béla. Visszahúzza. És ott a... Azt hittem, ott a második gól. De tényleg, hogy vett át? Szép a becsúszó. Első draft videónk lesz, hogy menni fog megint a FIFA 19, azt mondja, mindig a FIFA 19-os draftokat töltögetjük, tudod? Áj, lepattanó lövés. Ó, Sané meghúzhatja most sajnos. Igen, és az első lövés, azt hittem, hogy bemegy neki. Igen, ez nem volt lás, mert ott egy játékos adott feltrengett. Ez nagyon jó kiugratás. Ronald középre passz, üres a kapu, gyakorlatilag be kell verni. Szép. Hiába volt benne két védő a kapuba. Gönet Béla nem hibázott. Ön gólnak
az első töngónak írják ki, és a kompani fejelte. Ezért akartam visszanézni, nagyon gyanús volt. Mondok valamit meccs után. És hoppá, Pogba. Mentett egy nagyot. Ó, ez a milyen jó. Kenté. Remélem, ez nem hallatszik vele. És még megmenti, jött a beadás, nem volt jó Kanté. Már is indul David Silva. Három támadó elől. Él, Ronaldo, vissza fogjuk indítani a Bélát, úgyhogy. És Ronaldo-t kiindítjuk, ez nem lesz. Ketten jönnek bent. Gyönyörű, 3-0. Inkább lépjen ki. Én azt mondom, jobban jár. Na, egy jó labdaszerzés bérte. Hopp, jó, bejön a csel is. Hú, mindig... és Kárius véget egyet. Mindenkit beszoktattál Bélával, mi? 1-1-ben. Ez a szar játékos az ellenfél, mi? A beadás nem lesz jó. Tarts fel a játékosunkat. Na, szólj le tutány kontra, figyeld meg, jó lesz. De nem is értem, az hogy nem ment be. Hopp, csinál, beadja. Test, igen, véden nagyot. Figyelj, hogy hogy feljött ugye a 30. percre. Sikerült kifejelni a szöldetet, de... sikerül megszerezni, is jó. Aha, nagyon nagy labda volt Bélnek. Béla nagyon gyors. Nem is lehet ellökni, aztán végül ellöki. Egy ilyen kis Kanté. Figyeld már, végigviszi. Ha, de aztán végül szóval elpasszolja magát a végén. Hopp, szar becsúszó. Pogba. Ott középen üresen van ez az Ronaldo, visszaadja. Marcos Alonso. Ronaldo. Már csúszkál, mert ideges. Nem tud labdát szerezni az ellenfél, hál' Isten. És most megszerzi mégis. Ki fogja a szélre tolni, nem? Nem, de... még azért Ronaldo ott maradt, tudod, mert Ronaldo. De Ronaldo lőtt meg volt a izé, szériába. És játszott már Juventus ezen a hétvégén? Szerintem most betalál. És ott marad Lamar, mellé lövi, nem hiszem el. Most nem kellene játszanak a hétvégén. Pino, néztem a izét. Napoli Fiorentinát, mi lett? Na, megint Carvajal, meghúzza, jobb szél, jön a beadás, megpattan, ez még jó lesz valakinek. És Lemar ezt is kihagyja. Ezt Lemar cseréld már le valami szerencsétlenre, mert Tony Sanchezre, hogy ilyen erre, nem? Ugye messzire, ja, az is jó. De tök jó, hogy a messzi csatár lesz, tudod. 19. Aha, és át lehet alakítani a csatárban, meg a Ronaldot is. Mondjuk a csatárban lesz szalad. De jó lesz nagyon. Aha. Milyen szélső vizet játszik majd. Jössz Franko lesz. Lövésre vissza. Silva. Csavarás és Karius véd.
Ez most nem kéne kötni a saját labdája után, de hát. És akkor vége az első félidőnek. 3-0 az, hogy meggyőző előny. Háromszor annyi lövés. Most fogunk cserélni egyet. Hogy? Be az eredeti balát? Jó. Ellenfelé nem akar kilépni. Jön a kick-off, nem. Pogba. Ki akart nyitani a szélet, de nem jött össze, úgyhogy most már Kanté. Ez még jó, még tovább, vissza, nem. Nagy labda, és ott az üres kap Messi. Aha. Ez is tipikus kamugol, oda kellett pattani, oda Messi elé. Most ki fog lépni. Ez ellen ketten kellett volna játszani, látod? Mert ez egy ilyen izé volt, béna. Az a másik gyors, de látjuk, hogy megjelmeztem. Backvest, aha, gyorsan backvestelek. Most már próbál kiglitchelni, vagy? Az a szuper szoba. Már próbál kiglitchelni. Tudnak, nem örülök. Nem glitchel ki. Jó, ez a fekete mez. De amúgy tényleg átette másnak, nézek, hogy támad. Sehogy. Hopp. Azért Ronaldo-nak átment a passz. Ő cserégetett és bejött a Costa az Otamendi helyett. Jöhet az ellenféle bedobása. Hopp, messzű veszélyt, hogy helyzetbe kerül. Aztán végül elbénázza. De akkor azért cserélt el az Otamendit. Mert ugye átment a autótakra, akkor az Otamendi előre jön neki, tudod, és azt cserélte le direkt. Hogy így négy csatára játszon, vagy a négy támadóval. Na, Dybala, visszahúzza inkább. Nagyszerű az indítás. Marcos Alonso, jó a beadás. Jó a beadás. Ó, nem jó. Lassan be kell fejezni a FIFA 15-ös azért is. Paco Penninget, el kell adni a játékosokat, mert szerintem hamarosan tényleg beszüntetik. És... ó, azt a Varane, gólvonalról fejelte ki. Na, 3-1-be, és sikerül a dolog, átadás jó. Úristen, nem is tudom, mit akart. Tehát Ronaldo-ba be kellett volna ölni. Persze, nem kellett volna lepasszolnod sem. Ronaldo ez egy mentél. Na, Dybala meg kihagyja. Kihagyja az Atlant. Na, Messi. Még tovább. Alonso elcsúszik a védőgól helyzet. És itt a gól, jól van, lesz. Hogy lehetett lesz? Nézzük csak vissza. Nem nézzük. Nagyon nagy hiba.
ki is használja, 5-0 Alex kihasználta az ellenfél nagy hibáját. Sanyi akart ott egyedül valamit mókolni, nem jött össze, és már is indul az ellentámadás. De érdekes, most milyen gyorsak a csatára, hogy tudod, így indul mindenki, meg minden, az egész csapat olyan gyors, nem? Néha meg úgy belassulnak, nem? Jó, beadás. Ronaldo fejlett rá. Dávid Silva begyűjti a labdát, gyors passz, Kanté, Messi. Bél nem tudja tartani vele a tempót, hát ez a gólhelyzet 6-0, szép. Ellenfél estartolja. Hát a kilép most már. Igen. Végül csak megunta. Ez egy könnyű draft döntő volt, srácok. Ja. Ezt lehet, hogy ketten is megnyertük volna, azt mondja Alex. Ha ilyen prót kapnánk legközelebb. Sajátok, kifagyott. Na, srácok, kifagyott a játék, újra kell tűnyíteni, de elvileg megkaptuk a győzelmet, tehát most már csak át kell vennünk majd a 4 győzelemért járó rewardot. 3-0, 3-0, aztán 8-2 és 6-0-nál kilépett a srác, úgyhogy nézzük meg, mit kapunk ezért. Egy 4 pakos variáció, de egyik legszarabbat. Beglic, az első pak. Itt az elég gyér volt. Van benne 1500 coin. Glitch, a második pakk is. Ez is beglitchelt, a harmadik pakk is. Nem, de esküszöm beglitchelt. De hát van benne egy rejna, 83-as forsunk van én. Nem lettünk boldogabbak. Úgyhogy nézzük az utolsó pakkot. Ez is pedig beglitchel. És egy 83-as. 82-es Christensen. Nincs benne ezüst játékos, mi? Na jó, srácok, hát ennyi lett volna a draft sorozatunk következő része. Gyakorlatilag lassan most, hát tényleg a végére érünk a draft sorozatunknak. Aztán 2-22 a cél, nem? És ez volt a, nem is tudom, hanyadik draft döntőnk. Hát ez a mai, hát ez volt talán a, ugye mondom, 2-18. Úgyhogy már nem sok draftunk van. Hátra ebből a sorozatból, srácok, nem szar volt a pak variáció, a döntő nagyon könnyű volt, úgyhogy dobjatok rá egy lájkot, ha Alex játszott, csipi voltam, szevasztok!